Mesztelen ügynök. Kalandos, humoros, fantasztikus. Szórakoztató irodalomról mindenkinek. Sziasztok, kedves Mesztelen ügynök, szórakoztató irodalmi magazin hallgatók. A mai műsor utószilveszteri mulatsággal indul, aztán majd szépen jelenetről jelenetre leszeridül. Újra beindult a Mesztelen ügynök hangjátékos társasága, mikor karácsony és szilveszter között összeültünk, volt anyagunk bőven, tudjátok, a féle ősbemutatók, amelyeket ketten-hárman szerzeményezünk, majd pedig négyen-öten a hangjátékos kör tagjaival szoktunk előadni. Az első mulatságos jelenet a hírek.hu hírecskék Andy Berontól. Előadjuk Léka Zsuzsa, Brunner Tamás, Botta András. A hírek hírecskék műsora jelentkezik a megszokott igényességgel. Világpolitika, társasági hírek, gyümölcsös bólinkkal. Margitkai Evelin vagyok, önöknek csak Margitka. Első hírünk a Fehérházról szól, ami többé már nem nevezhető fehérnek, ugyanis a vakolóanyagba kevert zeolit váratlan kölcsönhatásban egyesült a szintén Egyesült Államok felett közönségesnek számító napviharok egyikével. Az amcsi filmekhez hasonlóan csak Z-kategóriás kataklizma, de a Fehérház mégis befeketedett. A belső helységekben ez már Obama elnök beiktatásával megtörtént. Nem mondhatnók őt nem feketének. Bár kifehérítette a gazdaság egy részét, Obama elnök a következő választásig afroamerikai marad. Ez is a Fekete Ház egyéb magyarázkodásai szerepeltek azon a júliusi sajtótájékoztatón, melyet idén októberben tartottak, és amelyet a televíziós népszerűsége miatt márciusban megismételtek. Harry Carrier, a Fekete Ház sajtófőnöke elmondta, hogy az ismétlés begyakorlása rettentő bonyolult volt, minden lépésnek ugyanoda kellett esnie, minden félmosolynak akkor kellett az orcákon megjelennie, amikor az eredeti, az októberi sajtótájékoztatón. Sajnos Obama elnök fekete dublórét egy venezuelai látogatás alkalmával törzsi politikusok megették, és azóta egy fehérsége ellenére az elnök hasonmásának mondható dublőr játszotta az elnököt. A rafinált tévések a régi, jól bevált fekete-fehér televíziós közvetítés mellett döntöttek. Amikor Obama elnök fehér dublőre megjelent, egyszerűen negatívba kapcsolták a fényszűrést, így a dublőr feketének látszott. A többiek is, ezért az afroamerikai közösség különösen büszke volt ezekre a pillanatokra. Később ugyanezt a szűrőt bekapcsolva hagyva sugározták a Harlem Globetrotters show műsorát. Így senkinek nem sikerült a három pontos vonalon kívülről még a palángot sem eltalálni. A visszajátszások és lépéshibák magas száma miatt kénytelenek voltak a szűrőt eltávolítva újra befeketíteni a játékosokat, hiszen Amerika a lehetőségek hazája, nem pedig chipszar. Edward, maga jön! Nagy vörös szőnyeges bemutató volt tegnap New Yorkban. Vagyis nem a szőnyeg volt nagy, bár egy kisebb szőnyeghez képest feltétlenül méretes textilről beszélhetünk, hanem a bemutató volt méretes. Ám bár a képeket nézve a szőnyeg is elég nagy, sőt bolyhos. Szeretem a szőnyegeket. Bocsánat, a Csillagok háborújához forgatott előzmény filmet Ray McDeciki, akinek George Lucas azért engedélyezte az újabb Star Wars film elkészítését, mert látta egyetlen munkáját, a ragadozó frigidárt, aminek tartalma a hűtő fázolt, ezért délre tartottam, útközben összetűzésbe került vérszomjas rendőrökkel, kiknek családtagjait útközben megette. Lucas előzőleg azt nyilatkozta, hogy a film trükkjei elavultak. A hűtőszekrény jól felismerhetően statiszta, ráadásul nem is hűtőszekrény, hanem egy mosógép. De az ifjú filmes lelkesedése megtetszett neki. A legnagyobb titokban készült el az alkotás. Sajnos a premier az évszázad bukása lett. A film ugyanis szó szerint előzmény film. McDeciki hangalámondással illusztrálja benne gyermekkori játékainak hosszú snittekben rögzített képeit, plüssgorilla csubakkal, részkilincsből szép 3PO, és a többi. Kézi kamerás felvételen láthatjuk anyukája fakanalát az ifjú rendező fenekét elverni a nappaliban.
A főszereplő, hiszen szakmájában nem ismer lehetetlen, győzedelmeskedik. A katartikus csúcsjelenetben megszerzi a fakanalat, amelyre Phil Stollal Han Solo arcát rajzolja. Az X szárnyú űrhajó, az ájult, nem különben X lábú édesanyja, akinek pofazacskójába betömi az egész társulatot, hogy legyen édesanyja feje a parancsnoki híd. Filmes elkötelezettsége a vizuális trükkök iránt azt eredményezi, hogy anyukája egy pillanatra csillagközi objektum. A halálbolygó a testes mostalapja, időközben hazaérve elfenekeli az ifjút. Nesze. A kamera pedig csak forog. A bemutatón Ray meg de Ciki teljesen elfogadhatatlan módon a nadrágjába pipilt. Aztán nyáladzott. Így neki jár az idei aranymánán kívül a legrosszabbul viselkedő díjazott díja is. Hogy hová lett a Sony e-produkcióra adott 100 millió dollárja, azt nem lehet tudni, de tény, hogy megdecik édesanyja, Valéria hírforrások szerint egy komplett szigetet vásárolt magának a Bermudákon, ahol a forgatás tehézségeit is kipihenti, és parancsnoki hídját, vagyis az arcát is rendbe teheti. Mint hallják, egy-egy hírnek nagyon sok gusztustalan vetülete van, ezért nekem a hírszerkesztőnek sem fenékig tejfel. Vagyis a fenekemig tejfel, de azon felül már csak olcsó sütő margarin. Hát sajnálok, csak nyugodtan addig előkeresem a következő ijesztő hírt. Margitka, ezt te olvasod! Ne félj, szerkesztő úr, a hírolvasás biztonságos, mint főtt tésztával kardozni, mint pihe, puha kiskacsától lovagi páncélban messzire távolodni. Orsós Optimus, a hírhet alvilági celeb, könyvet készül kiadni. A Színes Fém és Szervkereskedők kisketté a címen. Terjedelmes élettapasztalatait erőszakos kutatással gyűjtött információkkal kiegészítve, Orsós Optimus ráébredt, hogy az ő szakmájában írott és íratlan, sőt, kizárólag íratlan törvények uralkodnak. Ezért elállt a nyomtatott megjelenéstől, és már is hangos könyvben gondolkozott. Orsós saját szavaival azonban nem frankó a menet, ugyanis szakmájában az első és legfontosabb szabály a hallgatás törvénye. Így a hangoskönyvnek ugyanúgy lőttek, mint Demutál művész úrnak, aki felolvasta volna. A színművészszer részleteiben még találkozhatunk a szervpiacon. Orsós Optimus szomorúan hagyott fel az írás csodájával. Riportelünk el is indult hozzá, hogy érzéseiről, terveiről faggassa. Ez a múlt héten volt, Dezsőt azóta is várjuk vissza a stúdióba. A kiváló bűnöző tegnap bejelentette, hogy készülőben az új könyve, a Sötét üzletek maradjanak rejtve, című tényregény, de mivel mindenkinek érdeke, hogy valóban rejtve maradjanak, ezért ennek a kiadására semmi esély sincsen. Tiéd a szó, szerkesztő úr, ha már megnyugodtál. Én meg, de te Margitka, hogy fogsz majd stresszelni, ha elmondom, hogy bementem elől hagyott kulcsoddal a lakásodba, hogy újabb sarkokat teljesek a nappalitba, ami így már nem derékszögeket bezáró falszakaszokkal határolt. Nem tudom, miért tettem, nem értem magam. Friss hír, hogy Szandokán a Héttenger bugrisa a Nem Tudom Familiával együtt feltámadott egy új koncert erejéig. A dalok mind a kakaribi életérzés világából származnak, vagy legalábbis a pesti alsó rakpartról. Azt mondtam volna kakaribi, miközben karibit szerettem volna, most sikerülni fog. Kakaribi! Úgy tűnik valahányszor ki akarom ejteni azt, hogy kakaribi, kakaribi lesz belőle. Kakaribi! Tessék! Most se sikerült. Csúnyan marad beszédre, csúnyan! A legkiválóbb dal szövegéből idézek. Prá, 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 prá. Hallható, hogy a zenekar szövegírója az utóbbi évszázadok során teljesen kiégett. Elmélyének morzsáiból már aligha rendez diaporámát. Kabir Bedi a dús férfiai alatti ember, és Tigrisidó már egykoron temérdek, fekete sörénye a feje bubján megritkult. A stáb ezt a szégyenfoltot egy hosszú szőke vendéghaj felvarrásával akart eltüntetni, amikor az egyik tréfás kezdős minkes odalejtett valamit, ami később kilógott egy lólábat. A koncert nagy blamává változott, így szinte kizárt, hogy a dalai láma megáldja őket. Amúgy sem volt esélyes, de emígyen meg semmiképpen. A hírrel kapcsolatban még megemlíthetünk egy fehér répát is, Petre Zselyem levéle. Őt is kérdeztük volna, de Margitka a nénie megette. Margitka! Fel
el vagyok zaklatva, hiszen a híred alatt hazaszaladva azt tapasztaltam, hogy teleraktad sarkokkal a nappalimat. Egy tetra kontra oktaéder lett a helység, ha jól számoltam a sarkokat. Én csak egy nő vagyok, nem értek a barkácsoláshoz, azt se tudom, hogy kell kivonni a térből a sarkokat. Egy barátnőm szerszámkészletet vásárolt, amivel addig szedegette a sarkokat, amíg csak kettő maradt a szobájában. Így ő maga is síkidommá vált, bár előtte is elég lapos volt. Soha nem tudott visszajönni, én bizony nem akarok így járni. Szegény hallgatók, ti meg várjátok a további híreket. A híres osztmoéd bélkutató Radavárt Várnaja világszenzációs bejelentésre készül. Várnaja titkárnője Zsemlicskova elárulta a szerkesztőségnek. Hogy a bejelentés a vastag és vékony belek kutatásával kapcsolatos, nem érinti a közepesen vastag, nem túl vékony beleket. A kutató már megkapta a Sár Béla által alapított ösztöndíjat tavaly, amit 100 éveként kizárólag egyszer ítélnek oda a legkiválóbb bélkutatónak. Tvárnaja akkor a kovbolyok bélbolyhait kutatta, különös tekintettel a bölény steak fogyasztásának élettanára. Azok a kutatások csak is a bölényhús belső felhasználását értékelték, a külsőleges, kenőcs vagy épp arcpakolás célú bölényfelhasználást figyelmen kívül hagyták. A kovbolyok, bár a vadnyugat széltolói elhanyagolható mértékben kenegetnek magukra bölénykenőcsöt, ezért a Sár Béla Alapítvány belsőséges munkáért mégiscsak megítélte a díjat. Tvárnaja mostani szupertitkos kutatása, mint azt azóta már kirúgott titkárnő részletesen elmesélte, a mosogató tabletták elfogyasztásának nem kívánatos hatásait elemezte. Csak a gépi mosogató tablettákat elfogyasztó személyeket vonták be a tudományos munkába, így egy igen reprezentatív minta állt rendelkezésre, hisz mindenki ismer bolondos személyeket, akik a mosogatógép tablettáit játszi hegykeséggel bekapják. A kutató úgynevezett csobbanási vizsgálattal kutatta a vegyszerek fogyasztásának és a bélrendszer reakciójának a kapcsolatát. Fontos téma ez, bizonyosan kinéz Radavárt Várnajának egy újabb Sár Béla életműdíj, ami tekintve, hogy 100 évente egyszer ítélik oda, nem ma lesz. Szerkesztő úr! Na, most amíg olvastad a hírt, tettem egy gömböt a hálószobád köré, ellensúlyozza a sarkos nappalidat. Minden, tégedet is beleértve legurul a gömb aljára. Nagyon vidám kis ficska ez így kollégák között. Most már csak egy gyors időjárási hírrel egybekötő sporthíradás van hátra. Krakkóban nagyszabású versenyt rendeztek. Ha az időjárás megengedi, akkor kajak, kenú és kettes pályán halálig korbácsolt rabszolgákkal gálya verseny lesz. Az idő zordabra fordulása esetén műlesiklásban, korcsolyában és egyéb téli sportokban mérhetik össze erejüket a versenyzők. Amennyiben az időjárás mérsékelt jelleget mutat, úgy hegyről mászás és sós-puskás lövészet versenyszámok indítására van esély. Az agyagalambok ezúttal a gályarabok lesznek, sokkal szórakoztatóbb ez így, mint üveges szemű sportolók aszkétikus küzdelmét bámulni. A krakkói versenyek fővédnöke Teodor Gólemszki bárkit beválogathat a gályarabok közé, így aki ma még nézője a versenynek, holnaptól csupán sporteszköze, céltáblája. A gazdagokat, a politikusokat, a kiváltságosokat leszámítva mindenki belekerülhet ebbe a csapatba, így lesz ez a sportrendezvény igazi népesemény. Az időjárásról meg annyit, hogy felhús, helyenként zivataros, máshol száraz és meleg, de egyes helyeken fagyos, párás lesz. Míg megint más helyeken az éves csapadék mennyiségnek a fele sem fog lehullani. A hírek.hírecskék stúdiója elköszön, jövünk, ha lesz esemény. A főszerkesztő már tele szájjal csámcsogva uzsonnázik, a stúdió Mike Krémtől és Eper Jam-től ragad, így a nevében is elköszön Margitkai Evelin. Viszont hallásra! Legközelebb várd meg a végét, bukkó, kemgusztustalan. Elhangzott a hírek.hírecskék Véka Zsuzsa, Brunner Tamás és Botta András tolmácsolásában.
Most zenélek egyet, hogy ez a mai műsor egy kicsit szellősebb legyen, aztán folytatom a hangjátékozást. A zene Lay Utitem gitárdarabja. A YouTube-on van a srácnak ilyen csatornája, ahol mindenféle klasszikust dolgoz fel, elektromos és klasszikus gitárra. Ami következik, az a Hungarian Dance feldolgozása. A második mai jelenet Brunner Tamás szösszenete, egy pici gondolatparádé, egy nem túl groteszk, előadjuk Lika Zsuzsa, a szerző Brunner Tamás, Novák Andor és jó magam Botta András. Majdnem biztos, hogy nem lesz hétfő. Voltak éppen amúgy is csak közmegegyezés kérdése. Lehet, hogy kedd lesz. Vagy csütörtök, vagy február, vagy 1968, vagy kék. Az eső áztatta üvegen átnézve nem látom tisztán a körvonalait a tárgyaknak. Látok egy szőlőlevelet, egy indát, egy diót, egy elbillenő kéményt, egy arcot. Az arc nem az enyém. Láttam már máskor is, amikor tükörben néztem, a foncsor mögé bújt,
Nem az én arcom, ezt biztosan tudom. Vendég arc. Kellene egy vers, egy karcos, savankás, mint a Riesling, olasz Riesling, abból fröccs, meg egy fecske, egy slúcsak, meg kis köhögés, torokköszörülés a dal előtt, vagy után. Meg kell még eső, olyan szemerkélős őszi eső, meg az, hogy töri a lábam a cipő, és kell még víz, valami folyó, lehet éppen a Duna is, egy híd, lámpák, autók fényei, sziréna víjogása. Egy készszorítás. Egy búcsú. Egy tánc. Hajnal, krákogás megint. Elfelejtett villamosjegy. Egy kalap. Gyűrött szavak. Elhasznált szavak. Ma már senkiért nem tehetek semmit. Sátán Lajos. Gyors és gépírás, valamint tánc. Ebédszünet 12-től 12.25-ig. Soha nem lesz újra holnap. Egy ember megy az utcán, és befőttes üvegből ruszlit teszik. Rendkívüli erőfeszítéssel keressük az idegen civilizációkat, és közben erősen imádkozunk, csak meg ne találjuk őket. Brunner Tamás szösszenetét hallottátok, és most bár azt mondtam a műsor elején, hogy majd leszelidül egy kicsit a műsor, nem fogom ezt betartani, mert most egy gondtalan ökörködés jön megint, ami elég kívánkozik, hogy enyhén erotikus utalásai miatt talán nem való gyermekfülnek, de hát én egyáltalán nem is hiszem, hogy az irodalmi műsoromat, még ha könnyű szórakoztató irodalomról is van szó, gyerekek hallgatnák. Következik Andy Baron Gyermetegek, előadják Léka Zsuzsa és Novák Andor. Andy Baron, Gyermetegek. Jó napot, a gyermek megőrzőt keresem. Jó helyen jár, pont ez az. Nem látok gyerekeket, ez nem túl biztató. Ilyenkor kevesen vannak, de legalább tudok egy kicsit körmöt reszelgetni. Ne tessék olyan randát nézni, csak vicceltem. Jaj, de jó, nekünk is pont erre van igényünk, a velünk való viccelgetésre. Értem. 500 forint, fél óra. A társas és építőjátékok megrongálása költségtérítéses. Jöhet is. Ki jöhet? Hát a gyermek. Biztosan az anyuka hozza. Akkor megvárjuk. Nincs testvérem, az anyukám engem küldött csak, meg a prűs kígyót. Itt van a zsákomon, pihen. Píró kígyó a neve. Szép, ugye? Jézusom, maga akar bejönni a gyerek megőrzőbe? Hát persze, nagykorú vagyok, azt csinálok, amit csak akarok. Anyukám küldött, amíg vásárol. Na, megvan a kelgyó, a píró kígyó, ő... Az én szőrös cuci kígyóm. És félszemű? Szőrös és félszemű. A zsákom tetején szokott megpihenni. Van még mindenféle egy ilyen vásolt kiskölöknél, mint jó magam. Tán ivarérett himnek nézett. De az csak a természet tréfája, az én természetemnek a tréfája. A pókemberes hátizsákja stílusában kissé elütt az öltönyétől. Mondhatom, ha ez megnyugtatja, hogy nagyon szép. Színes ceruzák kisautó bizonyára van benne minden, ami egy magafajta férfi embernek szükséges. És mak! Hát maga aztán egy nagy kujon mondanám, ha nem lenne ilyen gyerekes. Szeretném, ha tegezni a néni, mint a többi gyerekeket. Szia, uram!
Szia, kicsim! Ha kérhetem, és a pérókígyónak is szia, azt se ne bagatelizálja a néni. Szia, kicsim! Ezen nem múljon. Le kell venni a cipőcskédet, kicsim. Itt 32-es méretig tudjuk tárolni a cipőket, de ha keresztbe rakod a szekrény tetején, akkor a 46-os kád is elfér. És a néni nem veszi le? Ez egy munkahelyi cipő, nekem kötelező. Hát nagyon szép. Láfet és iszla is vagyok. De nem kérjetek rá a nénire, mert még kicsi vagyok, ugyebár? Ha tud a lelki problémáiról, vagyis ha tudsz róluk, kicsim, akkor miért nem kezelteted? Jaj, de jó! Van én kicsi pónim is. Leveszed a polcról, néni? Ezt nem érem föl. Levennéd, kicsim. Ide teszem lejjebb. Most már leveheted nekem, néni. Még mindig magasan van, kicsim. Akkor lejjebb teszem, néni. Most már elérem, kicsim. Most viszont már nem kell, néni. Ha nem lennél ilyen macsó külsejű, biztosan meghúznám a fülikédet, kicsim. Mindennek megvan a maga ideje. Vagyis a maga ideje. Az a szép, hogy társasjátékkel, azzal akarok játszani. Jó, ezt elérem. Kinyitjuk és játszunk. Nem kell kinyitni. Így becsukva kell. Ráállok a dobozra, és ugrabugrálok. Csak úgy lent a nyakkendőm, meg a pérókígyom, néni. Mit csinálsz? Ez egy drága társasjáték, ezt majd ki kell fizetni. Fizetni, a Lüke felnőtt mondja. Ki kell fizetni, kicsim? Így kell mondani, nem Lükén néni. Különben elég jól keresek, művezető vagyok. Talán inkább mozdonyvezető, vagy űrhajóvezető, ahogyan más kisgyerek. Ne baggatelizál, néni! Művezető vagyok a gyertyagyár tesztelő laborjában. Eléggé felelősségteljes, és könnyen a körmömre ég a munka. Ha ez számodra vigasz, elolvadok tőled, mint a viasz. Vannak itt verdák, de jó az az autó kapitánya. Tütű! Ezt hogy érted? Mire gondolsz, néni, a tütűtre? Nem, mint a zavarna, de a Dudát, amikor utánoztad, akkor a cicimre néztél? Jaj, a néninek szép formás cicije van, de ez engem nem érdekel, mert kisgyerek vagyok. Nézd, kicsim, ha ez neked segít, akkor beszélhetsz a cicimről. Hát, ha ettől nagyobbnak érzitek majd magatokat, te és a pélókélgyó. És beszélhetek a makról is, néni? Eléggé gyors a tempó, de a makról is. Jaj, de jó! Egy csomó gyűjtöttem az erdőben, ide kiszorom az összerongált társas mellé. Ja, hogy ilyen makféle makkok. Szépek. Akkor a cicimről ne is beszélgessünk, kicsim. Csak akkor, ha elmúlt délután 6 óra. Mi van 6 órakor? Akkor kezdesz kamaszodni. Mikor leszel végre ivarérett? 7-kor? Ne bagadelizál, néni! 4:30-tól 6-ig tart ez a debilitásom. Megnézted az órát, néni? Mert jelen állapotban úgysem tudom értelmezni a mutatókat. Persze, kicsim. A nagymutató peckesen el, a kismutató meg csak fél árbolcon. Pont 6 óra. Na, akkor örvendeztem, kisasszony. Már is randira hívom, de addig is készpénzben fizetnék a gyermeki énem károkozásáért. Persze. Tud a bácsi fizetni majd, ha megjön az Eszti néni. Mi van? Miért húzigáljuk a nadrágszáramat? Meglehetősen furcsa. Csillagom, ha kérhetem. Játszunk ruhahúzigálóst. 6 órától kisjányka vagyok, és akkor húzom a bácsi nadrágokat, amikor csak akarom. Kötsz a hajamba, masnit, bácsi! És fizetsz végre? Ha megjön az Eszti néni, műszakváltósat kell játszanunk, mert ő meg 6 órától 8-ig felnőttet játszik. Inkább neki fizetnék, mert jobb egy felnőttnél elszámolni. Már jön is. Az a 4 éves forma kislány, látod, bácsi? 18:20-ig. Na, az az Eszti néni.
A gyermetegek című jelenetet hallottátok, Andy Baron tollából Léka Zsuzsa és Novák Andor adták elő. Az eddig elhangzott hangjátékokból gyúrtam egy vidám baki parádét, hallgassátok szeretettel és jókat mosolyogva, nevetgélve. Nem hiszem, hogy meg fogjátok állni, főleg a baki parádi második felében a nevetést, ahogyan mi sem álltuk meg, amikor nagyokat hibáztunk, és ezt föl is vettem. Mehet? Vagy már megy? Megy már? Adásban vagyok, gyerekek? Na, olvassam, vagy ne olvassam. Az eső áztatta üvegen átvé... De. De akkor azt ne olvassam, nem? És akkor... Te meg Margit, ezt az meg. Hallod, Margit? Margitka vagyok. Így le. Jó. Egyes. Új szöveg jön. Én megjönt, vagy ki? Én megjönt. Mondjam föl még egyszer? Hogyne, sima. Önmagamat bármikor, bármennyien menni. Ez is kell nekem, ez is kell nekem. Obama elnök frivolan fogalmazva. Mi van? Fekete. Tök rasszista. Nem, hogy félre borvas. Chipszor, az mi? Hogy ejtik ezt ki, ezt a meg diki, dik, de, meg deciki. Meg deciki. De most hogy? Így nem lá... De itt tényleg nem látom csak a mikrofont. Mondd fejből, köszi persze. Részkirisből CPU, HP. Ja, ez a tripió, de jó. Ezt így írják. És ez hol folytatódik? Jó. Nem tudom kiolni. Egy tetrakon... Egy tetrakontra oktaédelete. Jó lesz. Tetra az 4. Az okta az 8. Addig szedegette a sarkokat, amíg csak 2 maradt a szobájában. Így ő ma ezt nem. Tud, legyen édesanyja feje a parancsnoki híd. Mi van? Már előtte is elég lapos volt. Soha nem tudott visszajönni. Én bizony nem akarok így járni. Nem. Szegény hallgatók. Ti meg várjátok a további híreket. De ne rögjétek. Egész jó volt. A hírrel kapcsolatban majd meg... Nem tudom, ez még ide van írva. Ja nem, te ezt én mondom. Azt hiszem, hogy mellé van kapcsolat. Az időjárásról még annyit, hogy felhés... Péro kígyó, ő az én szőrös cuci kígyóm. Cuci kígyó. Kelgyó. Péro kelgyó. És félszemű? Igen, szőr... Szőrös és félszemű. És a péló kígyónak is szia. Azt se... Azt se megbagatizálja a nő. És a néni nem veszi le? Mi lesz ma a na. Hát nagyon szép. Ezt nem tudjuk úgy. Láfet és iszla is vagyok. De nem kerjetek rá nénire, mert még kicsi vagyok, ugyebár. Ez kész. Jaj, de jó. Van nén, kicsi póni. Ezt nem kell olvasni, ez így nem jó. Az a szép, hogy társasjátékkel azzal akarsz játszani. Azzal akarok. Hát én, ugye vár, igen. Kérek szépen. Hát csak akkor, ha el... Ez volt a Baki Parádé, az elhangzott hangjátékok alapján. Most pedig egy picit komolyabb
dolog jön, tehát a műsor elején ígért leszelidülés következik. Brunner Tamás a Budapest Bristol magazinjával írta be magát az irodalomba. Ennek a folyóiratnak több száma is kapható volt az újságosoknál néhány éve, és az ebben megjelent írások közül egy válogatás hangos könyvben is megjelent. Karácsonykor szerettem volna ezt adásba adni, ami most következik, akkor átküldte nekem Tamás fájküldővel, de ott a WAV fáj, valószínűleg ezt nem szereti a WAV kiterjesztésű fájt, a fájküldő megsérült. El is kezdtem buzgón kijavítgatni, azt hittem, hogy ilyen ez a master fájl, de aztán a közepiből hiányzott is anyag. Jól be is tojtam, hogy egy ilyen ritka értékes darab meg van sérülve, de szerencsére, amikor hangjátékozni leültünk Kari és Szilveszter között, akkor a Tamás kezembe nyomta a CD-t. Úgyhogy most arról hallgassátok meg a következő darabot, ami Brunner Tamástól, a Manók, elmondja Kézdi György, akinek már nem fogom tudni megírni, hogy hallgassa a rádióban, de odafent, ha lehet minket fogni, biztosan hallgatja. Brunner Tamás, Manók. Két vízimanó egy kis csónakban a nádas szélén billegett a vizen. Horgászt fogni jöttek. Mindig ketten jártak. Olyan 30 centi magasak voltak, de most még annál is kisebbnek látszottak, mert előre hajolva ültek a csónakban. Zöldek voltak, tetőtől talpig. Bőrük síma volt, mint a víz most a kövek. Nem nyughattak ültükben sem, mindig izegtek, mozogtak. Amikor nem beszéltek éppen, akkor csücsörítettek, meg grimaszoltak, meg a tölcsér alakú füleiket mozgatták. Ma este horgászra jöttek vadászni. Horgászolni. Ott van! Igen, tudom, hogy ott van. Ezért jöttünk ide, mert tudtuk, hogy itt lesz. De ott van! Nem látod? Látom, ha nem mondod, akkor is látom. Na hát akkor csak lassan. Menjünk oda és puff. Nem lehet csak úgy oda menni és puff, hanem nem lehet ilyen hebehurgyán, hanem hogyan. Meg kell fontolni. De hát ott ül, és oda megyünk, és kész. Terv kell. Milyen terv? Megfontolt és körültekintő. Terv, már megint terv. Emlékszem, a múltkor is remek terv volt, pompás terv, hogy oda settenkedünk, te berántod, én meg hátulról meglököm. Igenis jó terv volt, ha nem lököd olyan erősen, akkor nem placsan bele a vízbe, mint egy kidőlt fa. Hát beleplacsant, mert te megrántottad. Megrántottad a grabancát neki, és belepottyant, és majdnem agyonnyomott, meg vízbe folytott. Nem fulladtam volna meg. Nem, hát, de csak mert én kihúztalak alóla. Már a lábadra tekeredett a hínár, és kezdett kigúvadni a szemed. Ő meg csak tüszkölt egyet-kettőt, és felállt a vízben. Magamtól jöttem ki a vízből. Kiúztam. Eredetileg is így terveztem, berántom, ő beesik, én kiúszok. De te nagyot löktél rajta. Nagyot. Én akkorát löktem, amekkorát kell. Honnan tudod, hogy mekkorát kell lökni? Én tudom. Sok horgászt fogtam már. Sokat? Egyet sem. Soha nem fogtál egyetlen horgást se. Miért pont ilyen pancserrel küldenek engem horgászolni, amikor én jól tudom, hogyan kell, de te bezzeg, nem? És akkor is nagyot löktél rajta. Nem löktem nagyot. Éppen csak, hogy löktem egy kicsit, és különben is. Én már sok horgászt fogtam, nem fogtál, fogtam, nem, de. Különben is kövér volt. Kövér és zsíros. Igen, zsíros. A kövér horgász nem jó, megfekszi az ember gyomrát. Igen, egészségtelen. Most elcsendesednek, fürkészik a partot,
mintha néznék, figyelnék azt a horgászt ott, aki mit sem sejtve jelenlétükről, épp egy kukacot tűz a horogra. Fúj! Mit fúj? Hát ahogyan a kukacot húzza a horogra. Ne finnyáskodj, nem kell azzal a kukaccal nekünk foglalkozni. Akkor is gusztustalan. Gusztustalan? Az, hogy a gusztustalan? Hát mi neked a gusztustalan? A múltkor láttalak, ahogyan azt a békát megfogtad és megsütötted, aztán megetted. Na, az volt gusztustalan. Hát miért? Hát hogy kell megfogni a sült békacombot? De akkor is csak úgy, kézzel. Te ne vitatkozz velem, te neked fogalmas sincs arról, hogy mi a helyes, meg mi nem. Láttalak, amikor te azt a faudut kiraboltad. Nem raboltam, vadásztam, körültekintően és megfontoltan. Láttam, ahogy körültekintően rohantál a vadméhek elől a víz felé. A fejed így is kétszer akkora lett, mint előtte volt. Pedig már akkor se volt kicsi éppen. Mi bajod van neked a fejemmel, mi? Semmi. Csak csúnya vagy. Csúnya vagy te! Te giliszta! Én nem vagyok giliszta, te vagy giliszta! Nézték a parton ülő horgászt. Ez mégis jó lesz. Ez nem kövér. Igen, ez nem az, ez jó lesz. Menjünk. Várj! És a terv? Milyen terv? Jó kis terv. Terv, megint egy terv. Hadd halljuk akkor azt a remek tervet. Mondjad, nehogy benned rekedjen. Na, akkor most odaevezünk, szépen, csendben, halkan. Halkan. Aztán, amikor odaérünk, de felugrasz, akkor megijed, és beesik a vízbe. Vízbe. Vízbe, igen, a vízbe. Akkor megfogjuk, fejbe vágjuk a lapáttal, és kész. Kész. Ez a terv? Igen, ez a terv. Ez nem egy terv, ez egy semmi. Ez igenis egy terv. Te mindig csak kritizálsz engem. Miért kritizálsz te mindig engem? Nagy okos vagy. Oda evezünk, megijesztem, és puff, és azt mondod, ez egy terv. Pedig ez nem terv, hanem ez csak az, amit én mondok, hogy puff, és kész. Egy gólya szállt le a vízre a két manótól nem messze. Méltóság teljesen gázolt a vízben. A két manó csöndben maradt, és figyelték a gólyát. A gólya veszélyes, hosszú és hegyes a csőre, és a manó a gólya számára különleges ínyenc falat, különösen a füle. Erősebben szorították az evezőket. A gólya sétált kimérten, mint idősebb úr a korzón, aztán megmerevedett. Az egyik lába mozdulatlan a teste alatt, figyelt, aztán lecsapott, és csőrében egy nyeszlett békával elrepült. Hű, féltél, mi? Nem féltem! Nekem egy gólya! Semmi! Semmi, mi? Azt elhiszem. A múltkor is láttalak, ahogyan egy pacsirta leszállt a Nádhegyére, és te teljesen elsápadtál. Nem sápadtam! Nekem te ne beszélj, én láttam, hogy elsápadtál. De nem! És különben is én tudom, hogy te vitted el Hokkan borotváját. Nem vittem el, de elvitted.
Mindig mondtad, hogy tetszik neked. Én nem vittem el, de elvitted. Te meg rágod a körmöd. Nem rágom. Miért mondod, hogy rágom? Mert rágod. Láttam. Te ideges vagy, és gyámoltalan. Miért pont veled küldtek horgászolni? Küldtek? Hát te jelentkeztél, hogy te jönnél velem, mert én tapasztalt vagyok, meg bátor. Hogyan már? Engem úgy küldtek, mert senki nem volt hajlandó veled jönni, mert mindig elrontod a vadászatot. Én nem rontom el. Nem rontom el, én jó vadász vagyok. És különben is te meg fúrod az orrod. És azt is láttam, hogy félsz éjszaka a sötétben, és te egy pipogya alak vagy, akit ide raktak nekem a nyakamra, hogy segítsek neki, és kiállhatatlan vagy, és kibírhatatlan, mert mindig csak okoskodsz, meg magyarázol. Beleestem a vízbe. Na hát segíts már ki innen. Segítsek, mi? Hát lehet, hogy te nem is tudsz úszni. Egy vízi manó, aki nem tud úszni. Ez pompás. Ha ezt elmesélem, mindenki meg fog szakadni a röhögéstől. Húzz ki innen! Húzz ki, mert nem tudom, mit csinálok! Húzz már ki! Na jó. Na, csak hogy... Menjünk, és akkor fogjuk meg végre azt a horgászt. Menjünk. Evezzünk. Evezzünk. Eveztek. Te félnótás, te félcédulás szamár, te tökfej! Hát azon az oldalon evezel, ahol én. Hát körbe mentünk, te okostóni! Mi az, hogy ott evezek, ahol te? Te evezel azon az oldalon, ahol én, azért mentünk körbe. De hát te ülsz hátul, te ló! Nem vagyok ló. És mindig úgy volt, hogy én jobb oldalon evezek, aki meg velem van, az a bal oldalon. Én evezek a jobb oldalon, mert én ülök elől. Mit számít, hogy hol ülsz? Attól még evezhetsz a bal oldalon. De nem evezhetek a bal oldalon, mert ti jobbkezes vagyok, te meg nem, úgyhogy neked jobb, ha bal oldalon húzol. Nem jobb. Nekem a jobb a jobb, és nem a bal a jobb. De lehet a bal is jobb, ha jó lenne. De mindjárt fejbe vágok az evezőmmel. Locsolták a vizet, és még mindig körbe jártak. Nézz oda! Tudom. De nem, nézz oda! Tudom. Ott ül, és az én körültekintő tervem szerint mindjárt elfogjuk. Nézz oda! Ott ül, és kész. Oda evezünk. Te felugrasz, de nem ül ott, de ott ül. De nem ül! Nézz oda! Tényleg nem ül. Nem hát. Hát mondanám, hogy nem ül ott, ha ott ül. Te mondanád, mert te egy piszok alak vagy. De hát már nem ül ott. Tényleg nem ül. Hova lett? Nem tudom. Amíg itt tervezgettél, meg evezgettél a rossz oldalon, addig biztos elment. Hát persze, hogy elment. Nagy okos, ha már nem ül ott. Most én vagyok a hibás, hogy már nem ül ott? Igen, te vagy a hibás. Megint elszúrtad. Elszúrtam? Mi az, hogy elszúrtam? Elszúrtad, eltoltad, elfuseráltad, elpuskáztad, elpaccoltad. Mi az, hogy elpaccoltad? Nincs is ilyen szó, hogy elpaccoltad. Hát eltoltad, elbabráltad, és mi az, hogy nincs ilyen szó? Igenis, van ilyen szó. Elpaccoltad. Nincs ilyen szó. Hát mindegy.
akkor is mellé nyúltál, elhibáztad, elvétetted, elvacakoltad, eltökölted, kiszúrt veled, kibabrált veled, kitolt veled és átejtett velünk. Ja, velünk. Dünnyögtek, meg csücsörítettek, meg izegtek, mozogtak tovább. Nem is volt olyan jó húsban. Az nem lett volna jó vacsora. Inas volt, és szemlátomást rágós, meg öreg is. Úgy van. Nem volt az igazi. Nem is kellett volna nekem. De én ezt mindjárt láttam. Mit láttál te? Hát, hogy nem lesz jó fogás. Gondoltam is, hadd menjen. Gondoltad, mi? Igen, gondoltam. Te nem gondoltad. Te elfuseráltad, ahogy szoktad. Nem, nem fuseráltam el. Nekem nem is kellett volna. Nekem se. Akkor most mi legyen? Fogjunk Szöcskét. Oda megyünk, és puff! Azt nem lehet úgy. Szöcskét az ember nem fog úgy, hogy oda megy, és puff! Hát, hogy fog Szöcskét az ember, te nagy okos? Terv kell. Megőrülök. Terv. Az előbbit is elszúrtad. Nem én szúrtam el. Te babráltál mellé. Már megint micsoda szó. Nincs-e, hogy mellé babráltál? De van! Nincs! Az evezők locsantak csak, és a két manó hirtelen behúzta a fejét a felettük elszálló, grófi kinézetű gólya láttán. Aztán evesztek tovább. Elhangzott Brunner Tamás Manók című darabja Kézdi György, mondta el. Végül már csak egy zenélés van hátra, és persze előbb egy elbúcsúzás. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Legközelebb is elvárlak titeket. Látogassátok a www.írjunk.hu honlapot, ahol az előző műsorok ismétlésébe is belehallgathatok többek között. Jelöljetek a Facebookon be engem, Andy Baron. Gyertek két hét múlva hallgatni. Köszönöm. Sziasztok, viszont hallásra. We'll be right back.
the storm. In Judas' house we're born. In Judas' world we're thrown. Like a dog without a bone and Necker out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is swimming like a toad. Riders on the storm.